30 éves fennállását ünnepelte a Bora 94 fejlesztési ügynökség. A Vármegyeházán korábbi vezetők idézték fel a kezdeteket. A Bora az elmúlt 3 évtizedben a Vármegye egyik legsikeresebb területfejlesztési társaságává vált. Többek között pályázatok készítésével, nemzetközi projektek megvalósításával és a jogszabályoknak megfelelő dokumentumok készítésével foglalkoznak. A Vármegyeházán ünnepelte megalakulásának 30. évfordulóját a Bora 94 Kft. A rendezvényen korábbi vezetők idézték vissza a kezdeteket. Kettős feladatot kaptunk. Az egyik feladat az volt, hogy elfogadtassuk a sok szakértő által előkészített integrált szerkezetátalakítás és válságkezelési programot. A másik feladatunk pedig az acélipari reorganizáció volt. A fejlesztési ügynökség több partner mellett a Vármegyei Önkormányzattal közösen valósít meg projekteket. A többi közt foglalkoztatás elősegítő, identitásfejlesztő programokon dolgoztak az elmúlt években. A Borával az utóbbi időben még szorosabb lett a kapcsolata a Vármegye önkormányzatának a mindennapok során, hiszen erőnk és időnk nagy részében a Vármegye fejlesztésén dolgozunk közösen. Az irányokat az elmúlt politikai ciklusban világosan meghatároztuk. Családbarát fejlesztések és a gazdaság további erősítése. A születésnapi rendezvényen a jelenlegi ügyvezető Surman Antal nem tudott részt venni. Szavait kolléganője tolmácsolta. Elmondta hálás munkatársai és az ügyfelek bizalmáért, mindazért, ami a 30 évben jellemezte ezt az ügynökséget.